Jó napot kívánok, ez a Magyarország élőben Extra, Kis Kornélia vagyok, és köszöntöm a stúdióban mai vendégeimet, Palóc Andrét, a századvég, és Deák Dánielt, a 21. század intézet vezető elemzőit. Szervusztok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát együtt néztük végig a kicsit több mint egy órát a napirend előtti felszólalásokat, nézzük is, hogy hogy indult a parlament ötnapos ülése. Kezdjük Burány Sándorral, a Párbeszéd képviselőjével. Ő azt mondta, hogy a vírus elleni védekezés nagyon rossz itthon, és szerinte európai összehasonlításban is rosszak az adatok. Dömötör Csaba válaszában azt mondta, a járvány elleni védekezés támadja az ellenzék, miközben nemet mond a magasabb bírságokra. Itt ugye az államtitkár emlékeztette Burány Sándort arra, hogy múlt héten a karantén szigorítást sem szavazta meg az ellenzék, többek között Burány Sándor sem. Dömötör Csaba azt mondta, hogy nem lehet számítani a baloldalra, az ellenzékre, hogyha baj van. Igaza van? Egyetértettetek Dömötör Csabával? Hogyha megnézzük a parlamenti felszólásokat, akkor a nézőknek talán deja vu érzésük lehet, hiszen hogyha márciusra, áprilisra gondolunk vissza, ugyanezt mondták az ellenzéki politikusok, Szabó Tímeától kezdve az MSZP-s képviselőkön át egészen a DK-ig, mindegyik azt mondta, hogy rossz a védekezés, azt állította például Arató Gergely, ezt a saját szájával mondta, hogy nincsen kontaktkutatás, nem érik fel azt, hogy kik a potenciális fertőzöttek, és lényegében egyik óráról a másik órára megcáfolták ezeket az álhíreket, ezeket a hamis állításokat, mind a szakemberek, a valóság, a tényadatok. Tehát innentől kezdve most ugyanazt a lemezt rakják be az ellenzéki politikusok, ugyanazt a politikát folytatják, amit a járvány első hullámánál is tapasztalhattunk. Annak meg lett a politikai következménye, tehát a számok, a tényadatok azt mutatták, hogy sikeresen védekezett az ország, és ezt követően ezeknek a baloldali pártoknak a támogatottsága érdemben csökkent. Hogyha most a második hullám során is nem az együttműködés, nem a együttműködésre törekvést fogják választani ezek a politikusok, akkor ugyanabba a zsákutcás politikába fognak majd belefutni, mint az első hullámot követően. De ugye több ellenzéki képviselő bírálta most is a kormány járvány elleni védekezését, többek között Tóth Bertalan, az MSZP elnöke is szigorítást követelt, tömeges tesztelést, mint Szlovákiában, de Keresztes László Lóránt, az LMP frakció vezetője is azt mondta, hogy nincs konzultáció az érintettekkel. Most valóban az ellenzék most már nem először, látjuk a tavasz folyamán is, és most is mindig valami újdonsággal próbál előrukkolni, javaslatokkal jönnek elő, amelyeket aztán visszavonnak és ismét beadnak. A másik pedig, ami nagyon szerencsétlenül mutat, hogy egyik oldalon próbálnak úgy feltűnni, mint akik további szigorításokat követelnek, másik oldalon pedig azt látjuk, hogy sem a tavasz folyamán, sem pedig a mostani második hullám időszakában a konkrét javaslatokat, a konkrét törvénymódosításokat, vagy a konkrét bármilyen fajta kormányzati lépést nem támogattak, nem szavaztak meg semmit. És ezt nagyon fontos kiemelni, hogy az ellenzék azon túl, hogy a parlamentet arra használja, hogy ilyen vagdalkozásokat tudjon megvalósítani ezekben a napirendeleti felszólalásokban, vagy az azonnali kérdések órájában, nem tesz semmit a gyakorlatban, hiszen az mégiscsak egy politikai tett, hogyha valaki szavaz egy törvény mellett, illetve ellen, és itt azt látjuk, hogy ezt a típusú tettet, ezt a típusú politikai felelősséget az ellenzék nem vállalja magára, és ebben sajnos igaza is van Dömötör Csabának, hogy az ellenzékre ebben az időszakban eddig nem számíthattak a választók, pedig biztosak lehetünk abban, hogy a választópolgárok független attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki érzelmük, most minden parlamenti képviselőtől azt várnák-e, hogy a járványidőszakhoz szükséges valamennyi döntést támogassa, és annak a megfelelő gyors végrehajtását is segítse, és így a parlament munkája éppen azért lenne a gyorsabb és célra vezetőbb, hogy a járványelleni védekezésben a kormánynak a lehető legtöbb segítséget meg tudják adni. A 22-es választásokon megbüntethetik a szavazók az ellenzék mostani hozzáállását? A 22-es választásnak mindenképpen az egyik legfontosabb témája a koronavírus járvány lesz, hiszen a gazdasági hatásokat most látjuk, 21 a gazdasági válságkezelésről fog majd szólni mindenképpen, tehát 22-ben a kormány oldal majd felmutatja azt, hogy hogyan védekezett egészségügyi szempontból, hogyan védekezett a különféle gazdasági kihívásokkal szemben, és akkor ott lesz a másik oldalon, a mérleg másik oldalán az, hogy az ellenzék, a baloldal mit tett ez idő alatt, hogy emlékszünk rá, a koronavírus
törvény meg nem szavazása óta lényegében egyetlen egy kormányzati intézkedést sem támogattak, nem szavaztak meg, sőt, ezen túl is mentek, tehát hogyha mondjuk nem szavaznak meg, az még talán belefér egy ellenzéki politikus részéről, de sokkal többről van szó, álhíreket terjesztettek, hátráltatták a járvány elleni védekezést, ráadásul az egészségügyi dolgozóknak a munkáját is megnehezítik azzal, hogy a saját választópolgáraik irányába olyan információkat, olyan híreket kommunikálnak, miszerint az egészségügy nem készült fel, miszerint azt mondják ezeknek az ellenzéki szavazóknak azok a politikusok, akikre mondjuk ők felnéznek, hogy nem merjetek bemenni a kórházba, mert borzasztó állapotok vannak. Tehát ez a nyilvánosságban megjelenő kommunikáció a baloldal részéről, ezzel mindenképpen azon túl, hogy a kormánynak mondjuk hát kínos pillanatokat szereznek, ezen túl az egészségügyi dolgozóknak a munkáját hátráltatják, és a járvány elleni védekezést nehezítik meg. Erről mindenképpen 22-ben véleményt fognak mondani a választópolgárok, és a gazdasági szempontokra kitérve, most is a parlamenti vita során elhangzott az, hogy a kormány nem foglalkozik a gazdasági kihívásokkal, a gazdasági válságkezelése sikertelen a kormánynak az ellenzék szerint. Hát meg kell nézni, hogy mi van Európában. Csak például a Spanyolországra tekintünk, a spanyol kormány az idei évre, év végére 19%-os munkanélküliséget vár. Magyarországon ehhez képest 5-6% körül van az álláskeresőknek az aránya, és a foglalkoztatottaknak a száma egy ilyen válságos helyzetben sem zuhant be. Most például lényegesen többen dolgoznak Magyarországon, mint a 2008-as gazdasági világválság kitörését megelőzően. Tehát a számok, a tények cáfolják ezeket az ellenzéki állításokat, és gazdasági szempontból is az emberek sokkal inkább a saját szemüknek fognak hinni, mint azoknak az állításoknak, amik most elhangoztak. Na és lépjünk tovább Vadai Ágnesre. A DK részéről ő is napirend előtt felszólalt. Ő most kivételesen nem a védekezést kritizálta, ő azt mondta, hogy teljesítik ígéretüket, jön az európai minimálbér. Tehát nagyjából, ha jól emlékszem, egy hónappal ezelőtt lehetett, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy nem lesz európai minimálbér, ezt meghagyják nemzeti hatáskörben. Most akkor kinek van igaza, Vadai Ágnesnek, vagy az Európai Bizottság elnökének? Vagy ez csak egy jó kampányfogás a DK részéről? Nos, valóban azt látjuk a baloldalon most, akár a Párbeszéd, akár a Demokratikus Koalíció bérkérdésekkel, és akár az általános bérminimumról, európai bérminimumról, akár pedig a általános jövedelem segítségről beszélünk. Tehát mind a két esetben azt látjuk, hogy a baloldali pártok különböző bérkérdésekkel próbálnak meg magukra most fényt emelni. De persze, hogyha a valóságot nézzük, akkor ennek jogi akadálya is vannak azért, és az Európai Bizottság elnök azt, hogy nem véletlenül fogalmazott, úgyhogy erről szó sem lehet, hiszen ez nem tud ebben a formában így működni. Vadai Ágnes érdekes ugyanakkor, hogy erről beszél, hiszen annak idején, mikor kormányon volt, még az MSZP színeiben, és lehetősége lett volna arra, hogy mondjuk akkor is nagyon fontos ügynek tartotta volna a minimálbér kérdését, akkor mondjuk nem csökkentették volna a pedagógusok bérét, vagy az egészségügyben dolgozóktól nem vettek volna extra juttatásokat, arról nem is beszélve, hogy a nyugdíjasoktól is elvették a 13. havi nyugdíjat. Tehát azt látjuk, hogy ugyanaz annak a politikai diskurzusnak a része, aki volt, az most azt követeli, hogy egységes minimálbér legyen egész Európában. Vadai Ágnes ilyenkor megpróbál úgy tenni, mintha 2010 előtt ő nem politizált volna, de mindannyian emlékszünk rá, hogy azért a szocialisták milyen, hát a választóknak kevésbé segítő intézkedéseket tettek meg annak idején. Szerintem kompenzálni akart Vadai Ágnes, emlékezzünk rá, minap ugye Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíciónak az európai parlamenti képviselője, Gyurcsány Ferenc felesége, hát a kétkezi munkásokat tényleg minősítetetlen stílusban jellemezte, és lényegében belerúgott azokba a választópolgárokba, azokba a szavazókba, akiket elviekben a baloldal, illetve a DK is meg akar szólítani, tehát az európai minimálbér, az alapjövedelem tipikusan a társadalomnak a szegényebb rétegének egy olyan politikai termék a baloldal részéről, akiket ezzel meg akarnak szólítani, és miközben ugye Vadai Ágnes ilyeneket mond a parlamentben, a pártnak az egyik prominens politikusa, vezető arca sértegeti azokat a választópolgárokat, akiket elviekben az ilyen alapjövedelmekkel meg akarnak szólítani. Ez is jól rávilágít arra, hogy
ők ezeket az intézkedéseket, ezeket a programokat nem gondolják komolyan, ez csak egy ilyen kampány tematikaként gondolják, így tekintenek rá, mint egy kampánytéma, ezzel akarna plusz választókat megszólítani. De egy hazugsággal lehet plusz szavazatokat szerezni? Szerintem ez azért... Ez 2006-ban Gyurcsány Ferencnek sikerült, tehát akkor is azt mondta, hogy nem lesz gázemelés, akkor is rengeteg mindenről beszélt, aztán megnyerték a választásokat, eltűnt egy hónapra, és bejelentett mindenféle különböző emeléseket és megszorításokat. Tehát egyszer ez a... Ha úgy tűnik, a Gyurcsány családban egyszer ez a recept már sikerült, 14 évvel ezelőtt. Akkor azt mondom, hogy mind az alapjövedelem, mind az európai minimálbér már hosszú évek óta témája ezeknek a baloldali pártoknak, a Párbeszédnek az egyik legfontosabb követelése. A Párbeszéd még mindig egy ilyen 1-0% közötti párt, tehát látszik, hogy nem egy olyan húzó téma, nem egy olyan tematizálási eszköz ez, amivel plusz érdemi szavazókat meg lehetne szólítani. Nem beszélve arról, hogy egyébként Európa szerte, például ez az alapjövedelem, illetve az európai minimálbérnek az ötlete is kezd megbukni, hiszen ez gazdaságilag kivitelezhetetlen, egy olyan egészségtelen torz társadalom szerkezetet hoz létre, amit szembe megy a józan észszel, és ezt egyébként a választók is érzékelik, látják azt, hogy amit a jobb oldal kínál, tehát a munkaalapú társadalom, a sokkal sikeresebb és sokkal inkább szolgálja mondjuk a mély szegénységben vagy szegénységben élőknek a felzárkózását, mint mondjuk az ilyen segélyalapú politika. Na és beszéljünk Jakab Péterről is, a Jobbik elnöke is felszólalt napi rendelőt. Azt mondta, őt a 4,4 millió forintos büntetéssel nem lehet elhallgattatni, és addig nem nyugszik, amíg le nem váltják ezt a korrupt kormányt. Most krumplit nem vitt be a parlamentbe, legalábbis én nem láttam, hogy egy zsák krumplival próbálna a fideszesekhez, vagy akár bárkihez oda menni a parlamentben. Kövér László, miután befejezte Jakab Péter a felszólalását, figyelmeztette a kormánypárti képviselőket, hogy ne üljenek fel ennek a provokációnak, ami hetek óta zajlik Jakab Péter részéről itt a parlamentben. Na ti hogy látjátok? Azért Jakab Péternek csak fájhat ez a 4,4 millió forintos büntetés. Azt nem tudom. Ezzel kezdte. Igen, azt nem tudom, hogy a büntetés mennyire fáj neki valójában, de az mindenképpen látszik, és talán már nem is csak hetek, hanem hónapok óta, hogy Jakab Péter a parlamentet arra használja, hogy a saját egyszemélyes párperces performanszait elő tudja adni. Tehát itt lényegében nem is arról van szó, hogy konkrét ügyeket, konkrét javaslatokat fogalmazza meg, hanem már-már ordibálásba átmenő, néha obszén stílusú ilyen felordítások, felbődülések vannak a részéről, amelyeket inkább arra használ, hogy ezeket a kis showelemeket ő tudja a saját, hát sajátos brandépítésére használni. Ahogy ez mennyire sikeres, azt látjuk a közménykutatási számokon, vagy akár azon, hogy a Jobbik... De mert azok mit mutatnak? A Jobbik sokkal kevésbé áll közel ahhoz, mint ahol 18-ban állt mondjuk a listás szavazatokat, ha tekintjük. Tehát most már a DK és a Momentum közé, vagy akár a Momentum mögé lőhető be, tehát azt látjuk, hogy a DK egyértelműen az ellenzék vezető pártja lett, és a Jobbik ezt a szerepét, amelyet korábban azért sokáig őrzött, hogy az ellenzék vezető ereje tudott lenni, ezt most már egyértelműen nem tudhatja magáinak. Még pillanatra még visszamenjünk Jakab Péterhez, azért ez mégiscsak nagyon érdekes mondat volt, hogy ő azt mondta, hogy a Magyar Néppárt a Jobbik. Mondja ezt az a párt elnöke, ahol zsidó származású képviselők listázásáról volt szó, nem egyszer beszéltek cigánybűnözésről, és más olyan Magyarországon élő etnikai vagy vallási kisebbségeket is rendszeresen sértegettek, amire amúgy a roma nemzetiségi szószóló úr is kitért. Tehát azért a Jobbik részéről a néppárti jelzőt saját magukra, hát maximum ilyen kedves viccként lehet tekinteni. A Jobbik igenis, és most is láthattuk a borsodi időközi választás során, hogy a saját jelöltjük is ugyanebbe a botrányba futott bele, hogy rendelkezik a mai napig olyan politikusokkal, akiknek olyan vállalhatatlan mondataik voltak, vagy vállalhatatlan cselekedeteik az elmúlt évek során, amelyek igenis megmutatják a Jobbik valódi arcát. Ez továbbra is egy szélsőségesen jobboldali párt, ami most összeállt a baloldal. Persze ennek hagyománya van Magyarországon, a baloldal és a szélső jobboldal nem először áll össze, láttuk, hogy annak idején mi lett a vége.
Hát Jakab Péter egy tipikus botránypolitikus, minden választási ciklusban vannak ilyen politikusok, talán még emlékeznek a nézők Juhász Péterre, aki szintén ilyen hasonló performanszokkal akarta felhívni magára a figyelmet. Az együtt Juhász Péter vezetésével eltűnt, 1%-ot sem értek el a 2018-as parlamenti választáson, a Jobbik esetében is hasonlónak vagyunk a szemtanúi, a 2018-as szavazóinak a 85%-át elvesztette már a Jobbik, ez egyértelműen annak a jele, hogy amikor Jakab Péter reflektorfénybe került, ő lett a Jobbiknak a vezető arca, onnantól kezdve megindult a Jobbiknak a mélyrepülése. Lehet, hogy az ő szűk rajongótáborának, mondjuk a Facebookon szimpatikus az, hogy ilyen stílusban beszél a parlamentben, de ez a társadalom széles rétegét egyértelműen taszítja és elutasítja az ilyen típusú magatartást. Juhász Péternél is ez volt az eset, és Jakab Péternél is ugyanez a helyzet, tehát nagy valószínűséggel Juhász Péter sorsára fog jutni majd Jakab Péter és a Jobbik 2022-ben. Ez lesz ma a végszó. Deák Dánielnek és Palóc Andrénak köszönöm szépen, nézőinknek pedig a megtisztelő figyelmet, köszönöm, viszontlátásra!